Az utóbbi években már ikonikus mémmé vált, hogy az EA Sports évről évre ugyanazt a játékot adja ki, csak újra számozva. Elsősorban a FIFA szériára gondolva itt. Természetesen ez azért nem fedi a valóságot, csak így fejezik ki a rajongók nem tetszésüket az iránt, hogy a fejlesztők nem túl sok újdonságot hoztak az elmúlt esztendőkben. Nézzük is, hogy egyébként mit is hordoz a borító alatt a játék legújabb része. Ugyan a nagy újdonságok most is elmaradtak, azonban az apróbb finom hangolások olyan elégedettséget váltanak ki a játékosokból, hogy valahogy nem is hiányoztak az eketrengető változtatások. Az első és talán legjobban szembetűnő változtatás, hogy a gép által irányított csapattársaink mozgásába és irányításába több beleszólásunk van a futások irányításának megadásával. Precízebb ezen felül a labdavezetés, és mindennek köszönhetően egyben a védekezés is nehezebb lesz, mint korábban. A támadókhoz is nehéz lesz közel kerülni, így készüljünk a több órás gyakorlásokra és a gigászi összecsapásokra. Bárha már a közelségről volt szó, muszáj megemlítenünk, hogy a játékosok továbbra is képesek szerelmi szálakat is megszégyenítő módon egymásba gabajodni. Ami nem túl jó hír. Bár tény, hogy ez sokkal kevesebb alkalommal fordul elő, mint a korábbi részekben, azért ezen a területen van még mit finom hangolni. A labda azonban olyan, mint egy kétélű penge. Van, hogy ágyúgolyóként viselkedik, de olyan is előfordul, hogy egy gumilabda könnyedségével szállt, ez pedig nem túlzottan egészséges a játék számára. A karrier és menedzser módban idén is elérhetjük álmainkat játékosként vagy edzőként egyaránt. Az tisztán látható, hogy ez a két mód nagy figyelmet kapott a játék tervezése során a rajongók hatására, de elhihetitek, hogy az eredmény sem maradt el, hiszen a szimulációs mérkőzések során bármikor, és szó szerint értsétek, hogy bármikor beugorhatunk a csapatunk irányítására. A szimuláció során nem csak egy végeredményt löknek elénk, hanem végigkövethetjük a mérkőzés teljes menetét. Mindezen felül jobban belefolyhatunk a játékosok fejlődésébe, gondolva itt a posztokra és az erősségekre, sőt, megnőtt az edzések szerepe is, ahol növelhetjük játékosaink élességét, ami az alapvető teljesítményüket határozza meg minden mérkőzésen. A fejlesztők pedig végre elengedték a tréning és fitness kártyák kezét. A piacon azonban további apró, ám olyannyira fontos változtatás, hogy immár a termékek ritkaságára is szűrhetünk, ami valljuk be, jelentősen megkönnyíti majd a keresést. Visszatér mindezen felül a Volta játékmód is, ahol továbbra is a világ kispályás tornáit uralhatjuk le, miközben az egyszerűbb irányítással olyan cseleket is végrehajthatunk, mint Lampard fénykorában. Új módként érkezett a Volta Squads, ahol barátainkkal karöltve mérhetjük össze tudásunkat más baráti társaságokkal is akár. Sajnos azonban lényegi részben ennyit fejlődött a Volta, amiért valljuk be, hogy kár, hisz még rengeteg potenciál van a játék ezen részében. A két órás story mód bevezetése során azonban Kakával is van lehetőségünk találkozni, amiről érdemes nem lemaradni, de akad még bőven sztárjátékos a listán. Az Ultimate Teamnél természetesen idén sem maradhatott el a Squad Battles, a Division Rivals és a Friendlies, viszont ezt megspékelték egy új fűszerrel, miszerint bármilyen típusú meccset indíthatunk egy baráttal közösen. Ekkor a rendszer a közös átlagunk alapján keres ellenfelet számunkra. Aki viszont úgy érzi, hogy stadionját is szeretné testre szabni, annak van egy jó hírünk, ugyanis erre is van immár lehetőség. Páholyok, zenék, szurkolói skandálások, látványelemek, minden, amit csak el tudunk képzelni. A fut során is történt természetesen némi finom hangolás, miszerint pörgősebbek a mérkőzések, kevesebb azokban szerencsére a megszakítás is, de még a menedzselés is könnyebbé vált a korábban már említett állóképesség elhagyása miatt. Aki azt várta azonban, hogy a pay to win mechanika is búcsúzott, annak rossz hírünk van, ugyanis még mindig kőkeményen jelen van a lootbox mechanikában. A látványvilága jelenlegi generációs platformokon nem néz ki rosszul, azonban végső ítéletet ezen a téren csak akkor mondanánk, miután az új generációs konzolokon is láttuk. Ha minden igaz, akkor PS5-ön és Xbox Series platformokon ugyanis még kidolgozottabb grafikára kell majd számítanunk. A hangok terén szerencsére nincs kivetnivaló, ugyanis idén is a rendkívül fülbemászó dallamok kísérik a menüben minden mozdulatunkat. A szurkolók reakciói élettel telivé varázsolják a mérkőzéseket és a stadionokat, kiváló atmoszférát teremtve ezáltal a virtuális gyepünkre. Ha pedig röviden össze kellene foglalnunk az új részt, akkor ne az újdonságokat keressétek benne, ugyanis az EA Sports inkább a jelenlegi bakiain próbált meg urrá lenni. Azonban így sem kell elkeseredni, mert ugyan valóban vannak ennek a résznek is hiányosságai és hibái, a nap végén, akárhonnan is nézzük, mégiscsak előre haladt a játék.